Az Eventus Plus Egyesület és az Erdélyi Magyar Ifjak közös szervezésében jótékonysági estet tartottak Sepsiszentgyörgyön, a belvárosi református templomban. A segítségnyújtás az 5 éves leukémiás Szőcs Ferencnek szólt, akinek csontvelő átültetésre van szüksége ahhoz, hogy életben maradhasson. A jótékonysági est ünnepi istentisztelettel kezdődött a belvárosi református templomban. Jézus életét adja válságos sokakért, ez volt a Máté könyve 20. részéből választott szent evangélium. Dénás Csaba, a Sepsi Református Egyházmegye esperese elmondta, az emberek életében vannak szomorú történések, amikor nagy szükség van a keresztények összefogására. Úgy fogalmazott, a szolgálat szabadságát a jó Isten adja azoknak, akik alázattal akarnak segíteni. Az esten Szőcs Ferenc, a kisfiú édesapja elmondta, nemrég tértek haza Olaszországból. A genovai klinikán kivizsgálták a leukémiás gyermeket, és az ottani orvosok vállalták a gyógyuláshoz szükséges csontvelő átültetést. Azt mondták, hogy nincsen attét, gyerek állapota megfelelő lenne, csak az a műtét, ami szükséges, azt végre kéne hajtani, és akkor volna egy bizonyos 60-70% a túlélésre. A többi már a kisfiú élni akarásán múlik, és ő mindenáron egészséges akar lenni. A műtét, a kivizsgálások és a kezelések összköltsége meghaladja a 120 000 eurót. Az összeg több mint fele már összegyűlt, de a Sepsiszentgyörgyi összefogásra is nagy szükség volt. Nagyon nagy számba jelentkeztek a kórusok, illetve a zenekarok, hogy helyet sem tudtunk mindenkinek adni. Az bizonyítja, hogy Sepsiszentgyörgyön is van igény az összefogásra, a jó cselekedetre, a jó tevésre, és azt tervezzük, hogy ezentúl évente megszervezzük ezt a jótékonysági est. Örömmel jövünk egy ilyen alkalomra el, amikor művészetünkkel segíthetünk a bajba jutottakon. És a Szőcs Ferike bajban van, nagy szüksége van a segítségre. Az esten 13 képzőművész ajánlotta fel alkotásait, amelyeket árverés alá bocsátottak. Közel 500 keresztény érezte úgy, segítenie kell a kisfiúnak. Az adományokból, a persejpénzből és az árverésen értékesített műalkotások árából 1600 euró gyűlt össze. A szervezők elmondása szerint a legnagyobb öröm azonban az lenne, ha soha nem kéne gyűjteni beteg kisgyermekek megsegítésére. Kedves nézőink, köszönjük, hogy velünk tartottak, munkatársaim nevében, és további szép vasárnapot kívánok Önöknek, viszontlátásra!